Vármegyéről Vármegyére. Jász Nagy Kunszolnok. Három szobrász Túrkevéről. A Finta testvérek életműve. Finta Sándor 1881-ben született. A tehetséges művész csikós bojtárként is szolgált gyermekkorában. Herman Otto segítségével végezte iskoláit, majd a nagy háború után elhagyta Magyarországot. Előbb Brazíliába vezetett az útja, ahol a szobrászati világkiállítás munkálatait vezette. Végül Amerikában telepedett le, ahol emléket állított Fabrici Kovács Mihálynak, Kossuth Lajosnak és Haraszti Ágostonnak is. A világ több nagyvárosában áll szobra, alkotásait megtaláljuk a New York-i Metropolitan Múzeumban is. Los Angelesben halt meg, 77 éves korában. Műveinek egy részét szülővárosára hagyta. A középső fivér, Finta Gergely, 1883 és 1947 között élt, és Zádori Oszkár néven alkotott. Nagyvárad városának ösztöndíjával Párizsban tanult, ahol Rodin műtermében dolgozhatott. Portrékat mintázott, iparművészeti tárgyakat készített. A világháború alatt Franciaországba internálták. 1919-ben térhetett haza Túrkevére. Évekkel később visszatért Franciaországba, ahonnan műveinek egy részét sikerült hazahoznia. A legfiatalabb testvér Finta Sámuel. 1892-ben született és 86 évet élt. Bátyai hatására lett előbb sírkőfaragó, majd szobrász. 1936-ban segített Gergely testvérének a múzeum megalapításában. A három tehetséges Finta testvér hagyatékát ugyanis szülővárosuk Túrkeve gondozza, a róluk elnevezett Finta Múzeumban, amely az ország első szobrász múzeuma. A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.